Karcag után második vidéki helyszínként a Beregfürdői Bod László Művelődési Központban mutatták be Alvinc József, dr. Fazekas Sándor, Jójárt László, Kuruc Mihály, mindent a Magyar Vidék Jövőért mezőgazdaságunk 2010-2018 című könyvét. A megjelenteket Nagy Istvánné igazgató köszöntötte. Majd Bácskai István, a gondolatkiadó igazgatója szólt arról, hogy a bemutató egyben az ünnepi könyvét egyik rendezvénye is, ez még jelentősebbé teszi a mai napot. Most ünnepi könyvét van, lehet, hogy ez nem derült ki, mert ugye a könyvét nem az érdeklődés, hanem a jövős helyzet miatt azok a rendezvények, amik Budapesten a Vörösmarty-téren szoktak lenni, és vidéken, amik események, azokat nem lehet megtartani. De hát ugye én csak 40 éve dolgozom a közszakmában, és hát minden alkalom volt ilyenkor, amikor könyvét van, és még nevében is azt viselő ünnepi könyvét. Tehát igazából egy könyvkiadó ilyenkor ünnepel, ekkor néz fel először, hogy hova jutott, mire is emlékszik. Hát egy ilyen könyv esetében természetesen először a szerzőt jutnak eszembe, miniszter úr, mint hát a jó értelemben vett eminens diák, mindennel rajta tartotta a személyét, és gondos volt, mint ahogy ez élik is. De nem akarom itt az uraknál részletezni, hogy miért is, hogyan emlékszem rájuk, mert lesz alkalmunk bemutatkozni, és fogalmam sincs, hogy pont azokat szeretnék-e hallani, vagy elmondani magukról, amit én érdekesnek, hogy izgalmasnak tartok. Mint elhangzott, a kötet történeti áttekintést ad a magyar mezőgazdaság rendszerváltás előtti évtizedeiről, és a rendszerváltástól 2018-ig tekinti át a mezőgazdaságot, elemzi azt a 8 évet is, amely idő alatt 2010 és 18 között dr. Fazekas Sándor volt a vidékfejlesztési, majd földművelésügyi miniszter. Dr. Fazekas Sándor a kötet létrejöttének kulisszatitkaiba avatta be a szép számú érdeklődőt. Mint elhangzott, Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére készült a tanulmánykötet, mely 400 oldalon foglalkozik az agráriummal. A témakörök között olvashatunk az új földtörvényről és az elmúlt évtized történéseiről. Tartalmazza a mezőgazdaság főbb ágazatainak adatait számos táblázattal, grafikonokkal, de az erdészet, a vadgazdálkodás, a halászat eredményeiről épp úgy szólnak a szerzők, mint a hungarikumokról. Ha élelmiszergazdaságot, mezőgazdaságot nézzük, akkor egy olyan átfogó, több területét érintő ágazatnak olyan átfogó munka, amely tulajdonképpen a terjedelmével kell lehatárolnunk, hiszen ez egy gazdag terület. A magyar mezőgazdaság a felépítésében, a termékskálájában, a hagyományaiban, a különböző tárgyban jellemző ételeiben, italaiban rendkívül gazdag. Tehát ezt egy kötetben besűríteni nem egy egyszerű dolog. És aztán miniszterelnök úr felkérését követően Gyuri bátyámmal ültünk le először, és végig gondoltam, hogy hát kell egy főszerkesztő, kell kiadó, kellene egy szerző, és akkor szépen így kértem fel a tisztelt szerzőket. Igazán óriási élmény volt velük együtt dolgozni, mert hihetetlen tudásra, tapasztalatra támaszkodnak, és ezt próbáltam én is úgy mellé nőni, mert hát oda nyilván az ember nem tud egy alvó jogászként felnőni, de vannak olyan részek, amelyek nyilván közvetlenül kötődtek a 8 évhez, vannak olyanok, amelyek ágazatiak, van, ami a tárcához kötődik, van, ami a többi szereplőz, egy félmillió embernek a munkájáról van szó, szépen összegyűjteni, feldolgozni. Először is, hogy a kiadó egyeztetése, a finanszírozás, a szerződések, hogy minden legyen a helyén, hogy úgy kezdjük el a munkát, hogy az látszom a vége is, látszom azt, hogy milyen lesz a kötet, a kötetnek a szerkezete, a terjedelme, ez mindig egy kritikus dolog, és itt sokat tanultam, hogy nem az a gond, hogy meg tudjuk-e írni a kötetet, hanem hogy a végén majd mit vegyünk ki belőle, mert ez a könyv ez lehetett volna kétszer ekkora is, tehát akár egy földjogi rész is, egy önálló monográfia, vagy a magyar mezőgazdaságban ágazati teljesítmény szintén önálló kötet mércéjét elérik, de azt hiszem, hogy végül sikerült elérnünk azt, hogy a munka, úgy, hogy miniszterelnök úr jelezte, mondtam, hogy körülbelül másfél év kell rá, hát fél év a szervezés előkészület, egy év, amíg megírjuk, meg nyilván a nyomda, minden egyebek, másfél év alatt a könyv elkészült, úgyhogy miniszterelnök úr mondta a Karmelitában az ottani könyvbemutatón is, hogy bárcsak minden elképzelésünk várna valóra, minden mondta, hogy mi, akik ebben részt vettünk, mi hozzászoktunk ahhoz, hogyha valamit meg kell csinálni, akkor az legyen kész határidőre.
Tehát rengeteget tanultam alatta, nem csak a megfogalmazásban, hanem egyáltalán a dolgoknak a megközelítésében is rengeteget tanultam a tisztelt jelenlévőt és Kurz professzor úrtól is. És hogyha megnézzük a könyvnek a belső logikáját, a tartalmát, nyilvánvaló, hogy az egyes ágazatok, a történések valamilyen logikai sorrendben tartoznak, sőt nem csak a 10 évet tartalmaz, hanem bizonyos kitekintéseket és korábbi időszakokra. A könyvbemutatón részt vett több társszerző is, akik saját témakörüket ismertették a jelenlévőkkel.